Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket, mai szentmisénket hálából ajánljuk föl, és egyben kérjük az Úr Istent, őrizze meg bennünket a betegségtől, tartsa távol tőlünk a járványt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és halasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fia könyvéből. A düh és a harag egyaránt utálatos. Csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétkeidet. Aki más emberre konokul, haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának. Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől? Hát az ő bűneiért kiad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, és tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, és nézd el a sértést. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk.
Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akarta számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van. S így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt még adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és a börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történetet, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr, akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek testvérének. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Péter apostol ezt kérdezi ma az evangélium elején: Uram, hányszor kell megbocsátanom? Talán 7-szer? Nagyon nagyot akart mondani a Péter, mert a zsidóknál egyáltalán nem volt szokás ez a megbocsátás. Azt mondták, ami történt, megtörtént, nem söpörjük szőnyeg alá a dolgokat. És Jézus se akarja, hogy a szőnyeg alá söpörjük, azt akarja, hogy adjuk oda az Istennek, és ő a háta mögé dobja. Egyedül az Isten képes megbocsátani, és mi általa tudjuk ezt tenni, és nélküle nem tudjuk. És mégis tanuljuk, hogyan is lehetne, hogy ne hordozzuk magunkban annyi sértést, annyi megbántottságot, és így az ember bezáródol, maga kis útján egyedül megy, és elszigetelődünk. Azt veszük észre a mai világban, de már úgy az elmúlt évtizedek ebben az irányba haladtak, úgy mindenki kis a maga útján egyedül. Mert József Attila különösen megfogalmazza ezt a Számok című kis versében, hogy azt mondja, mintha minden ember egy-egy egyes lenne az irkában, és minden egyes csak önmagát hatványozza. Hát elolvasom ezt a verset, tanévnyitó van úgyis,
most Monoron, Nagymaroson, most éppen tanévnyitó mise volt, jövő vasárnap itt lesz nektek, majd akkor számolunk is, de most csak így ez ilyen felnőtteknek is való, meg gyerekeknek is való. Azt írja tehát ez a vers, tanultátok-e a számokat? Bizony, számok az emberek is, mintha sok egyes volna az irkában, hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik mód fölött az irka, hogy mindegyik csak magára gondol, külön bakar lenne a többinél, s oktalanul külön hatványozódik, pedig csinálhatja végtelenségig. Az egy ilyen formán mindig egy marad, és nem szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok, adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén az Istent is, aki a végtelenség, valahogy megközelítsétek. Hát adja Isten, megtanuljuk ezt, hogy ne csak önmagunk körül forogjunk és számolgassuk a magunk is megsértettségeit, hanem amit Jézus mond nekünk, tanuljuk meg 70-szer, 7-szer is elengedni a másik adósságát. És nem könnyű, mert a kiengesztelődéshez mindig két ember kell. De a megbocsátáshoz egy ember kell, akit megbántottak. És amikor mi Jézusban vagyunk, és az ő lelkülete bennünk van, akkor vagyunk képesek erre elengedni. Azt mondják, a harag megkötöz, a megbocsátás feloldoz. És a másikat kötözzük meg a szívünkben, amikor haragszunk rám. Gandhi mondja ezt, nem sebezheted meg úgy a másikat, hogy magadat meg ne sebeznéd. Így igaz. Mindig megsebződünk, amikor a másikkal haragban vagyunk. És Jézus azt mondja, nem győzheted le a rosszat a rosszal, csak a jóval. Nem vedhetsz gátat a gyűlöletnek és a haragnak csak úgy, ha ezzel a szeretettel és megbocsátással közeledünk egymáshoz. Ami kegyelem. Az Isten kegyelme, ő maga mondja, vétkeiteket a hátam mögé dobom, mondja a Biblia a Zsoltárosban. Hátam mögé dobja a bűneinket az Isten. Oda kell adni neki a bűneinket. Akkor fogja oda dobni. És amikor ezt átélem, akkor tudod a másikét is el tudom engedni. És néha félreértjük, és azt gondoljuk, hogy a megbocsátani azt jelenti, hogy valamiről nem veszek tudomást. Néhány sort olvasok, mit nem jelent megbocsátani. Nem azt jelenti, hogy a szőnyeg alá söpörjük a hibákat, nem veszünk róla tudomást. Nem azt jelenti. Nem gyöngeség az erősebb való félelem miatt. Nem abban áll, hogy jelentéktelennek tartjuk a súlyos hibát, hogy jónak ismerjük el, ami rossz. Nem közömbösség. Megbocsátani egy tudatos döntés, tudatos, szabad akarati döntés. Elengedni, széttépni az adósság levelet. Gyökösi Endrének van egy nagyon különös, szép kis története egy emberről, aki minden megbántást, minden sértést följegyzett. Fogott egy kis kavicsot, és ráírta dátum, helyszín, mikor, ki, hogyan bántott meg. És gyűltek a kavicsok, attól függően, hogy milyen volt a mérték, a nagysága is követte azt, és tele volt a vitrine már, egyszer már nem nagyon fért oda. És akkor hát érezte már, hogy egy-kettőt ki kéne tenni, meg kéne bocsátani, és akkor elment egy lelki vezetőhöz, egy gyónásra. Hát és mondja, hogy hát bizony már megterhelnek ezek a kapcsolatok, és egy-kettőt ki akarok tenni. És azt mondta a lelki vezető, dobd ki a vitrinedet, ne őrizgesd, ne gyűjtögesd. Nem könnyű kidobni a vitrinünket, mert ezek néha a sebb helyek bennünk, amit őrzünk. Mert hogy nem könnyű
emberileg megélni azt, hogy valaki bánt, rágalmaz, rosszat mond rólunk. És amikor az Istenben meggyógyulunk, akkor tudatosan, akarati döntéssel azt mondom, igen, Uram, segíts abban, hogy elengedjem, hogy ne haragudjak. Nem fogok a nyakába borulni. Jézus, amikor a keresztre feszítőért imádkozik, nem kezd el velük egyezkedni. Azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Azt gondolom, ezt megtanultjuk, ezt az imát. Amikor úgy valaki bánt bennünket, Atyám, bocsáss meg neki, nem tudja, mit tesz. És akarom az Isten szeretetével újra kezdeni. De jó lenne, ha így tudnánk mindig a mi konfliktusainkat, különböző nézeteinket az Isten elé vinni. Hogy ne csak önmagunkat hatványozzuk, mert az soha nem fog hatványozódni. Azt, hogy a kezdetekhoz a legegyszerűbb, az adódjatok össze, és higgyek ki az Istent, aki a végtelenség elérjétek. Hát kérjük ezt a kegyelmet, valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, élőben, egy szülött fiában, aki az Atyától és a Fiát az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindatyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Szent lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Isten fia megbocsátást és irgalmazott hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is tudjunk megbocsátani. Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak. Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás. Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a Te irgalmadra. Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békében élve a földön, halálunkban is a Tieid maradjunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvérek, áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Fogad kegyesen könyörgéseinket, Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neked dicsőségére egyenként fölajánlunk, mindannyian üdvösségére váljék Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszánva a téveigű embert, világra született a szent szűztől, majd kereszt halál által, az örök haláltól megmentett minket, és föltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, s minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül mondjuk. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, melyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, s így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Kijössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Uram, nem vagyok méltó. Thank you.
könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje, járját lelkünket, testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetjük a testvéreknek, tegnapi napon két útszéli keresztet áldottunk meg itt a faluban, amelyet felújítottak a testvérek német kisebbségi önkormányzat vezetésével, de az egész közösség összefogásával. Hálát adunk azért, hogy vannak jeleink, az Isten szeretetének a jelei, és mi magunk is azzá kell, hogy váljunk. Múlt vasárnap hirdettem, hogy nincs kántorunk, és jó, hogy hirdettem, mert hogy mára Jóisten küldött. És reméljük, hogy tartósan Kisvácról Kati itt van közöttünk, aki éveken keresztül a kántoron volt a Regőci kápolnában. Eljutott ez a hír pont a Márti által hozzá, és örülünk, hogy most Isten így gondoskodik rólunk, hogy tudjunk énekelni, imádkozni. Így ezzel a hittel nem mindig ő lesz, mert hogy Nagymarosról is jön majd valaki egyszer, de azért nagyon örülünk, hogy fölemeli a lelkünket a közös éneklés. Jövő héten, kedden este 6 órakor lesz szentmisénk, illetve szerdán 4 órakor a gyerekek számára énekkari próba lesz, hisz jövő vasárnap tanévnyitó szentmisénk lesz, és szeretnénk, hogy a gyerekek énekeljenek, és a Noémi néni, a hitoktató hívja őket szerdán délután 4 órakor. Hitoktatás megkezdődött az iskolában, és ezért hát szükségünk lesz erre az erőre, a Szentlélek erejére. Jövő vasárnap a gyerekeket biztatjuk, hozzák el az iskola táskáikat ide az oltár elé, és majd megáldjuk őket, és kérjük a Szentlélek Istent. Gyerekek számára elsározás lesz majd október 11-én, akik készülnek, négyen készülnek, előtte lesz majd a gyónás, és velük együtt készüljünk mi is. Szeptember 20-ától, 20-ai hét után van társadalmi munka, majd a plébánia udvaron, kerítés bontásban, jövő vasárnap fogjuk majd hirdetni pontosan, hogyan. Most fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével.